Még 2007-ben Steve Jobs azt mondta, hogy semmi értelme nincsen annak, hogy a folyamatosan a telefonokra van ragasztva egy billentyűzet, mert akkor az akkor is elfoglalja a helyet a kijelzőből, amikor éppen nem akartak írni semmit. És ez teljesen jogos gondolat szerintem, ugye így született meg gyakorlatilag a mai okostávfonnak a formája. És nekem nem az a furcsa, hogy ezzel egyetértek, hanem az, hogy ennek ellenére én baromira jelveztem a UniHeads titánnak a használatát a tesztidőszak alatt. Szóval beszéljünk erről. Titan egy ütésállósított BlackBerry Passport, ami nem a BlackBerry által lett tervezve, vagy gyártva, vagy forgalmazva. Röviden és tömören ezt kell róla tudni. Talán az egyik legérdekesebb tulajdonságának a telefonnak a QWERTY billentyűzet ugye az alján, ami egy egészen jó kiosztású háttérvilágítással ellátott billentyűzet, azonban én észrevettem egy-két olyan dolgot, ami miatt különösképpen ugye itt Magyarországon hát kicsit... Nem annyira jól használta. Na, a magyar karaktereknek a hiánya. Ugye, ez a billentyűzet az egyszerű amerikai kverti kiosztást követi, tehát nyilván nem lesznek rajta semmi ékezetes karaktereink, ugye, amit Magyarországon billentyűzeteken megszokhattunk, illetve hely sincsen neki. Szóval, nyilván, mint egy normális telefonon, itt is úgy kell nyomnunk a dolgokat, hogy Hosszan nyomjuk az A betűt például, és akkor a képernyő közepén felugrik egy menü, ahol ki tudjuk választani a másodikat. És elég idegesítő ebbe, hogy nem tudunk oda navigálni így a billentyűzettel, ne nem, nem oda kell mennünk, és meg kell nyomnunk a képernyőn ezt a menüt. Ez valami, ami miatt magyarul gépelni, ezen rémálom. Kész rémálom. Arra nem is beszélve, hogy tekintve, hogy ez egy fizikai billentyűzet, és ennek egy saját szoftvere van, Valamiért nem engedi megcsinálni az Y-nak és a Z-nek a helyzetét, ami talán az egyik legidegesítőbb dolog, amit tapasztaltam. Tehát ugye magyarok vagyunk, mi kverc billentyűzetet használunk a kverti helyett. Nekünk Z van ott, ahol gyakorlatilag majdnem mindenki másnak egy Y. És ez rohadtul megzavarja az embert. Amikor írjad a szövegedet és rájössz, hogy az összes Y-nak a helyére nyomta egy Z-t, mert... mert kind of de neked Z-t kéne írnod, csak nem az volt, ahol te gép... Ez, ez így, ez, ezektől a dolgoktól eltekintve én meg voltam vele elégedve, szerintem kifejezetten kényelmes rajta gépelni, és hogyha az ember nyilván megjárja ezt az igencsak meredek ilyen tanulási ösvényt, akkor úgy érzem, hogy baromi gyorsan lehet majd rajta gépelni. Nyilvánvalóan ez megköveteli azt, hogy ne feltétlenül magyar szöveget írunk, mert az az hányás. Egy olyan dolog, ami miatt én baromira akartam magamnak egy blackberryt, csak egy pár hétre akár hogy ki tudjam próbálni, az az érintésérzékeny billentyűzet. Mert ez valami, amit egy ilyen nagyon furcsa koncepció. Tehát, ugye, ha már ott a billentyűzet, akkor ne kelljen a képernyőn görgetni, hanem lehet görgetni mondjuk a billentyűzetnek a felületén az érintés érzékeny gombok, ami mondom, hek. De úgy voltam vele, hogy mondom, szuper, remélem ebbe benne lesz. Hát én húzkodtam az ujjamat, találtam ez ökörök, de nem történt semmi, amíg benne nem kapcsoltam a menüben. Hölgyeim és uraim, működik. Ez egy dolog, ami benne van ebben a telefonba is. Nyilván nem annyira fantasztikus, tehát amikor mondjuk benne vagyunk egy menüben, és ott akarunk lefelé görgetni, akkor ugye csak annyit tudunk görgetni konkrétan, mint amennyit az újunk mozdult. Tehát nem tudjuk így megküldeni, hogy lendülette fölgördüljön mondjuk a tetejére. Ami zavaró, és nagyon olyan hatása van, mint amikor egy trackpadet használ az ember ugye Androidon, egyszerűen nem természetes, szerintem baromi zavaró, de végül is több, mint a semmi, és amikor olvasol egy oldalt, akkor egészen tűrhető így a tekerés. Minden más esetben egyébként használhatatlan, szóval nem ajánlom senkinek. <laughs> Emellett egyébként a billentyűzetünk felső során kapunk egy rakat funkciógombot. Ezek közé tartozik az középen, az egyébként szerintem kifejezetten gyors és pontos új olvasó, tőle balra az alkalmazás váltó, majd a bal szélén egy shift gomb, a jobb oldalra az újnagyobb olvasótól találunk egy visszagombot, majd a jobb szélen pedig egy altot, tehát ugye a shift és az altal tudunk hát vagy nagybetűket írni, vagy pedig ugye a másodlagos karaktereket beírni, amik rajta vannak a különböző betűinken, tehát mondjuk írtunk írásjelket, meg számokat gépelni, hogy arról van szó. Egészen jó használata egyébként, szóval továbbra is azt mondom, hogy Oké, okay. aztán, hogy a billentyűzetünktől feljebb nézve láthatjuk a kijelzőnket, ami egy 1440x1440-es panel lenne, hogyha, hogyha ez egy logikus telefon lenne, de valamiért nem. A felbontás 1430x1436. Miért? Ez egy IPS panel egyébként, tehát hogy minden irányból teljesen jó a betekintési szöge, és a fényerő is elegendő ahhoz, hogy akár kültéren is használja az ember, viszont én a színeivel nem voltam annyira megelégedve, illetve valami, ami szerintem kifejezetten harsány, az a fehér szín rajta. Tehát abban az esetben, hogy fehér dolgot néztek, én nekem ilyen délutántól kezdve egészen ugye reggelig muszáj bekapcsolnom rajta ezt az éjjeli fényszűrőt, mert egyszerűen annyira erősen süti a szemgolyómat a fehér ezen a kijelzőn. Nagyon ritkán találkozok ilyen telefonokkal. Volt már nálam néhány ilyen, de úgy éreztem, hogy itt most meg akarom említeni, mert ez valami, ami ami egy ilyen permanens bekapcsolt éjjel -éjjeli, éjjeli, módot eredményez. És igen, egy kicsit sárgás a képen, de így kellemesebb ránézni. A kijelző fölött van ez a kis dizájnos fém darab, amiben van egy közelség érzékelünk, illetve tőle jobbra egy, hát nem éppen említésre méltó előlapi kamera. Ilyen gyönyörű szép szelfiket lehet vele lőni. Dinamik a tartomány az nem az erősség, remélem ez lejön a képekből. A telefon oldalán lévő alumínium szegélyeken találjuk a gombjainkat, jobb alatt a bekapcsoló gomb és hangerőszabályzó gombunkat, bal oldalt pedig van itt egy kellemes kis szimtálca, ugye vagy kettő szín vagy, szín, vagy egy szín és egy SD kártya behelyezésére, illetve egy piros színű ilyen akciógomb, amit hogy meg lehet hosszan nyomni, és akkor zseblámpa, jóság van, illetve ha kétszer megnyomjuk, akkor egy ilyen képenyő, fotó, képenyő, videó, mindenféle csoda menőjön elő, de ezt egyébként át lehet állítani a beállításokban, ami valószínűleg ismerős lesz, mivel ez egy Android 9-et futtató telefon. Most nem éppen a legnapra készebb verziója az Androidnak, ezt el kell ismernem, attól függetlenül, hogy teljesen stock cucc, tehát semmi különleges olyan alkalmazás nincs rajta, ami nagyon meglepődne az ember. Van egy két érdekes üzemmód, amit én nem nagyon tapasztaltam még máshol, ilyenekre gondolok, mint a tanuló tanulómód, illetve a játékmód, én ezt azt hittem, hogy a telefonnak a teljesítményt fogja felturbozni, hogyha játszani akarunk rajta, de nem. Mint kiderült, ez egy ilyen ne zavarj üzemmód. Tudod, miközben játszol, ne zavarjanak téged a telefonodon. Érdekes. Azonban most még egy pillanatra el szeretnék szakadni a rendszertől, ugyanis a körbejárás minden fejeztük be. A telefonnak az alján van egy USB-C portunk, ugye ezen keresztül lehet tölteni magát a telefont, nyilvánvalóan. Illetve a tetején van egy aranyos kis fülhallgató csatlakozónk. Hogyha pedig a hátlapot nézzük, egy ilyen eléggé masszív gumírozott anyagból készül az egész hátlapi borításunk, valamint itt a tetején láthatunk egy vakút és egy kamerát. Ez a hátlapi kamera, ez egy 16 megapixeles szenzor, és 16 megapixeles fotókat, valamint Full HD felbontású videókat tudunk vele rögzíteni. Egyik sem kifejezetten túl jó minőségű, tehát nyilván nem ez lesz az a telefon, amit majd vesz egy iPhone helyett, ha mobil szeretné foglalkozni, de én azt mondom, hogy elvégzi a dolgát. Én, mindenképpen ajánlom, hogy a beállításokba kapcsolatok be a kép mert az valamiért alapban ki van kapcsolva. Szerintem ez egy kifejezetten rossz ötlet. Ami szerintem kifejezetten poly, hogy az összes fotó és videó, amit csinálunk rajta, az négyzet formájú. És lehet, hogy ezt valahogy át lehet állítani, de nem akarom, mert tiszta Viszont Visszatérve egy picit ez az alsó USB-C porthoz, ugye ezen keresztül tudjuk feltölteni a telefon igencsak brutálisan masszív 6000 mAh akkumulátorát, illetve ez a telefon ez képes vezeték nélkül tölteni én ezt mondom kipróbálom, mert minden telefonnal kipróbálom, csak így rádobom a töltőre, és elkezdett tölteni. Szóval, hölgyeim és uraim, ez a telefon, ez képes vezeték nélküli töltésre. Még egy Xiaomi Mi t sem képes erre. Unihetsz, le a kalappal. Az az igencsak gigantikus 6000 mAh-es akkumulátor, ami meg a kialakítással, meg az anyaghasználattal együtt bizony egy igencsak nehéz telefon. Jesus, szóval! Ez egy kifejezetten nehéz telefon, és amelyben nem használsz övet, akkor megvan az esély, hogy ez lehúzza rólad a gatyát, ezt így tapasztalatból mondom. Illetve vajuk be, azért eléggé nagy zseb kell hozzá. Csak hogy összehasonlításként legyen valami gondoltunk arra, hogy ez a telefon mekkora. Itt a telefon egy iPhone 10 mellett, ez pedig egy Xiaomi Mi 10 T Pro. Azért... Wow! És hát bizony ez az akkumulátor eléggé sokáig el fogja vinni a telefont, tekintve, hogy hát egy 6000 milliampere órás, tehát hogy ez egy kind olyan dolog, amire számít az ember, a másik pedig, hogy a belső alkatrészek nem éppen öm, túlságosan energiaigényesek, nincs a legnagyobb teljesítmény a telefonnak valljuk be. Egy 8 magos nem túlságosan erős processz található benne, itt vannak a Geekbench pontok, meg a 3D Mark eredménye, srácok, itt van a benchmark, tehát, ez, ez, ezt a teljesítményt hoztesz, ezt tudjátok vetni a saját mobilatokkal vagy bármivel igazából, amit az interneten találtok, és akkor lehet méregetni egymáshoz képest a számokat, hogy melyik milyen és hogyan. De hogyha érdekel hogy milyen volt a felhasználása, tehát a rendszer az tökéletesen futta, illetve szerintem minden letöltött alkalmazásom tökéletesen futott rajta, én nem nagyon tapasztaltam akadásokat, és még kisebb játékokkal is egészen jól tudtam rajta játszani, mint például az aszfalt, és akkor most szeretném megemlíteni azt, hogy ez a telefon, ez ugye attól függetlenül, hogy négyzet alkó meg technikailag, mint egy normális androidos telefon, hogy minden alkalmazást el akar fektetni ami rohadt idegesítő szerintem. És azért találtam egy olyan alkalmazást, aminek az a neve, hogy Rotation Control, és azt az alkalmazás, azt mindenképpen ajánlom, hogy töltsétek le, hogyha egy ilyen telefonon gondolkodtok, mivel azzal konkrétan bármilyen alkalmazást tudtok erőltetni, hogy már pedig te most fekvőbe fogsz futni. És az egy tök poén dolog, mivel az aszfaltot azt így tudom játszani normálisan állított módban, hiszen egy érdekessége annak, hogy ha van egy fizikai bidentyűzet a telefonodon, az alkalmazások azok látják, hogy ez egy fizikai bilencsüzet, és aminek van bilencsüzet szupportja, az használni is fogja. Szóval ez egy, ez egy nagyon érdekes helyzet. Ha minden igaz, egyébként ezzel tudnál játszani így vasd vel hogyha valamilyen streamel szolgáltást használsz. úgyse ez, ez borzalmas ötlet. <laughs> ez egy borzalmas ötlet. Nem azt mondod, Balázs, ez egy borzalmas ötlet? Ez egy borzalmas ötlet? Ez itt... Ez egy borzalmas ötlet, azt mondod Balázs? Szóval, telefonunkhoz egy darab egeret csatlakoztatva. hú ah, a kú, a tégeden. Eh, a tégeden, bocsánat. A kú az a rázás. Hát? Az a baj, az egyik közöm, az kell az egérnek. Szóval egyszer csak egy gombot fogok tudni nyomni a bal kezemmel. Igazából ez egy challenge. Mi így fogjuk, így fogjuk ezt a játékot, easy. Az ötlet 10 per 10, szerintem, már bocsánat, szerintem ez egy 10 perces ötlet volt. A, a megvalósítás nem. nem. Szóval a videónak az elején már hallhatjátok röviden és tömören, hogy mi ez a telefon. Most pedig hallhatjátok röviden és tömören, hogy mit gondolok a telefonról. Nem egy tömegtermék. Ennyi. De a universe egyik telefonja sem volt egy tömegtermék. Tehát, ah, hol van a többi telefonjuk? Várja. Hatalmas szerencsének tekintem azt, hogy a universe már baromi régóta együtt tudok dolgozni, és itt van a legelső telefon, amit küldtek nekem. Ez itt nem más, mint a Jelly eszem szívét. Illetve a j nek a továbbfejlesztése az Atom. És ugye mind a kettő ilyen két és fél incses apró telefonok voltak. Az egyik egy apró pici 4G-s mobil, ez pedig egy apró pici 4G-s GPS-es NFC-s ilyen ütésálló mobil. Na hát most, most ezek nyilvánvalóan nem tömegtermékek. Most szerintetek mennyire tömegtermék egy 4G-s, nfc és vezeték nélküli töltésre ellátott fizikai billentyűzetes négyzet alakú kijelzővel rendelkező ütésálló mobil. Nem éppen a legnépszerűbb telefon lesz a piacon, ugyanakkor ez egy dolog, ami mostantól létezik, és egyértelműen valami sok embert érdekel, mert elérték azt a célt, amit el akartak érni az Indiegogo page -ükön. és megtörtént, és ha rengeteg rendelés érkezett hozzájuk, mert ez valami, amire az egyes embereknek szüksége lehet, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek szüksége van rá. Ez pont olyan, mint a nagyon drága iPhone-ok, -ok, vagy a nagyon olcsó Xiaomi telefonok. Tehát a nagyon olcsó Xiaomi telefon sem mindenkinek készül, és a nagyon drága iPhone sem mindenkinek készül, és a Unihertz telefonja is sem mindenkinek készülnek. Nyilván valaki azt fogja mondani erre, hogy ez röhelyesen néz ki, valaki erre azt fogja mondani, hogy nekem kell egy ilyen, valaki azt fogja mondani, hogy ez kifejezetten drága, és én sem tartom különösképpen olcsó telefonnak. Én azt hiszem, hogy ilyen 350 dollárba kerül, ami már egy kicsit meredek ár egyébként egy ilyen telefonért. Ugyanakkor, hogyha valakinek valami ilyesmire tényleg szüksége van, akkor ez egy fantasztikus választás lehet. Most nem mondom, lehet, hogy Magyarországon van két ilyen ember. De én tök őszinte eszek veletek, nem gondolkozom azon, hogy eladjam ezt a telefont. Nem csak azért, mert hogy a Unihertz gyűjteményemet fogja gazdagítani, ami egyébként igaz, de azért is, mert szerintem egy kifejezetten érdekes termék, és örülök, hogy mostantól ez is így van nálam. És örülök, hogy kipróbálhattam, és hatalmas köszönetem egyébként a Unihertznek, amiért most már ennyi ideje, ilyen jó kapcsolatban vagyunk egymással, megkerestek engem, hogy hé Balázs, nem szeretnél tesztelni egy telefon, de igen, és azóta igazából én folyamatosan tesztelem mindenféle újdonságokat. A Titánnal egy kicsit lemaradtunk, most egyébként nem is a Titánnal kerestek, meg csak mondom, hé srácok, én azt még nem teszteltem, lehetne róla szó, és azt mondják, hogy persze, és jövő héten már jött a telefon, tehát hogy annyira szeretem ezt a céget, egyszerűen imádom őket. Szóval annyira tetszett ez a videó, hogy nyomtok rá egy lájkot, illetve ha érdekel maga a telefon, akkor lent egy linkot lesz a leírásban, természetesen, mint ahogy amúgy szokott. Nem tudom, ti van-e bármi véleményetek magáról a Unihertz Remény cégről? Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla, ezt várom mert a komment szekcióban, amiben megírjátok, annak nagyon-nagyon örülni fogok. További szép napot kívánok mindenkinek, legyetek jók, és csóka család! Sziasztok! És még valami, a hangszórók azok, ha nem beszéltem, nem jók. És hátul van, tehát ha lerakod a hátuljára a telefont, akkor elhallgat. Mint valami Samsung telefon 2013-ban, nem jó.